Női vízilabda csapatunk vezetőedzőjével, Lukás Dénessel beszélgettünk, aki megjárta az edzői stáb tagjaként a junior világbajnokságot, ahonnan bronzéremmel tért haza. Beszélünk vele a részletekről, és arról, hogy vajon mi vár ránk ebben a szezonban az élvonalban. Azért is nagy dolog, Dénes, és mindenekelőtt gratulálok, mert 2005 óta először fordult elő, hogy a női junior válogatott érmet hozott a világbajnokságról. Rendkívül egyszerűnek tűnik a riporteri kérdés, de tényleg milyen célokkal mentünk ki, és egyáltalán fel lehet térképezni a mezőnyt? Mert a labdarúgásban tudjuk, vagy esetleg a kosárlabdában, hogy a németek milyen erőt képviselnek. De tudjuk mi például, hogy Argentína milyen erőt képvisel egy ilyen világbajnokságon, U20-as szinten? Egy apró pici javítás nekünk is elkerülte a figyelmünket, mert 2011-ben még volt egy ezüstérem, de összességében 26 év alatt 2 bronz és 1 ezüst jutott ebben a korcsoportban Magyarországnak. Tehát én azt gondolom, hogy már kellő idő eltelt azóta, hogy újra eredményesek legyünk, és nagyon-nagyon nagy eredménynek tartjuk ezt a bronzérmet. Nem lehetett, tehát mi vagy tavalyi évben elmaradt az Európa-bajnokság ennek a korosztálynak, ami Rómában lett volna, de ugye a Covid-járvány elsöpörte, ezért nem nagyon tudtunk a mezőnyről, meg a mezőny többi tagjáról túl sokat. Azt vagy annyit lehetett tudni, hogy néhány játékos, elsődlegesen a kiemelkedő európai csapatokban, tehát a spanyolra vagy a görögre gondolok, esetleg az olaszra, szerepel a felnőtt válogatottakban. Tehát őket valamennyire lehetett ismerni, de összességében nem volt képünk a mezőnyről, nem volt egy átfogó ismeretünk a mezőnyről. És a menet közben derül ez ki? Tehát megkapjátok egymás felvételeit, és egyáltalán egy ilyen tornán kötelező? Tehát, hogyha játszik a holland válogatott vagy az orosz, illetve ha játszik a magyar válogatott, akkor ugye a magyar válogatott meg kell kapnia a holland válogatott meccsét, illetve a magyar válogatott meccsét meg kell kapnia mondjuk az orosz válogatottnak. Ez így működik egy ilyen versenyen? Nem teljesen. Azt kell, hogy mondjam, hogy a... Vagy valaki kimegy az edzői stábból is megnézi az ellenfelet? Az izraeli szervezők meg a FINA ebben olyan tekintetben profi volt, hogy TV minőségű stream volt a mérkőzésekről, amit le lehetett tölteni, hogyha volt háttér csapat vagy videós a csapattal, akkor azokat meg lehetett vágni, ezeket a felvételeket, de nem megkaptuk, hanem leszedtük az internetről. Egyébként mi mentünk ki, tehát a Varga Tamással mi mentünk ki a mérkőzésekre, vagy legalábbis amit a csoportbeosztás, meg a saját programunk megengedett azokra a mérkőzésekre, és fontos volt számunkra, hogy megnézzük az ellenfelet, akár reggel 9 órakor egy olasz-görög mérkőzést, kimentünk és megnéztük. Egyikünk vette, a másikunk az én voltam, pedig a statisztikát vezette, hogy még átfogóbb legyen a kép az ellenfélről. Annyit tudtunk a csoport beosztásokból és a lebonyolítási rendből, hogy mi egy nagyon erősságon vagyunk. A spanyol, a holland, az orosz és a magyar csapat gyakorlatilag azonos ágra került két különböző csoportban, míg a másik ág az viszonylag egyszerűnek tűnt, tehát onnan várható volt az, hogy a olasz és a görög válogatott relatív könnyebben be tud jutni a legjobb 4 közé. Voltak elvárásaink a csapattal szemben, vagy úgy ment ki a szakmai stáb, hogy nézzük meg, hogy milyen állapotban vannak, nemzetközi szinten hogyan tudnak teljesíteni, mennyire tudják fölvenni a kesztyűt, azt a menet közben meglátjuk lépésről lépésre haladva, hogy ez a társaság, ez nagyjából mire lehet képes? Vagy mégis voltak elvárások, miután a magyar válogatottról van szó, hogy mindenképpen éremmel kell onnan hazatérni, vagy nem lehet bemenni ugye a székházba, ahol ugye tele van olimpiai bajnokokkal, az ember végigmegy, akkor itt egy olimpiai bajnok, ott egy olimpiai bajnok, hogy nem hoztunk érmet. Hát el lehet képzelni azt, amikor egy szakmai stáb úgy néz ki, hogy egy 3-szoros olimpiai bajnok a szövetségi kapitány, egy 2-szeres olimpiai bajnok a vezető edző, és ugye a mi munkánk nekem, vagy a Béres Gergőnek pedig a Varga Tamásnak elsődlegesen, hogy segítséget nyújtsunk. De hát azért mi is kellő tapasztalattal rendelkezünk. Emellett én a Varga Tamással ugye együtt játszottam az utánpótlás válogatottban, tehát mi már szerepeltünk egy junior világbajnokságon is közösen 1993-ban Kairóban. Mi nem megyünk ki úgy, meg magyar vízilabda válogatott még sosem ment ki úgy tornára, nemzetközi tornára, hogy ne lenne elvárás a 4 közé kerülés, és elsődlegesen az éremszerzés. Ezzel a válogatottal mi úgy mentünk ki, hogy a lehető legjobbat, tehát ha lehet, akkor az első helyet szeretnénk megszerezni,
Nyilvánvalóan ez nehéz, főleg úgy, hogy nincsen kép róla korábbról, de azt kell, hogy mondjam, hogy az első hat csapat közül, ha a lebonyolítási rend egy picit valakinek jobban kedvezett volna, bárki megnyerhette volna ezt a világbajnokságot. Nagyon-nagyon nüanszok döntöttek, pillanatnyi forma, aktuális állapot, vagy esetleg a kondíció a végén. Két mérkőzésen az, hogy milyen erős felkészülést csináltunk a lányoknak, két meghatározó mérkőzésen, ami javunkra fordította, ilyen volt a negyeddöntőben a holland és a bronzmérkőzés az olaszok ellen, mind a két mérkőzést az utolsó pillanatokban, az utolsó negyedben tudtuk megnyerni. Mind a kettő óriási skalp. Tehát elnézve a nemzetközi viszonyokat, főleg női szinten, elképesztő eredmény. Igen. Ebben nincs túlzás? Nincsen. Tehát én azt gondolom, hogy ma már bárki ellen nyerni nemzetközi szinten az egy óriási eredmény. Jönnek föl a fejlődő országok. Még a brazilok is, vagy az argentinok is komoly ellenfelek tudnak lenni? Komolyan kell venni. Az, hogy pár év múlva hova tudnak fejlődni, az ő sportpolitikájuknak, elsődlegesen az országuknak a sportpolitikájának a döntésein fog alapulni. A humán erőforrás, azt kell, hogy mondjam, most már minden kontinensen megvan. Tehát magas, erős atlétákat ki tudnak választani. Az, hogy mennyi a befektetett, tehát mennyi az input a munkába, az a helyi döntéseken, meg a támogatáson alapul. Például pont az argentinok még kampányoltak a VB előtt, hogy pénzt szerezzenek, mert nem tudta finanszírozni a szövetségük a kiutazást Izraelbe. Ezek mindig aktuál politikai döntések, ugyanígy van férfi vízilabdában is, hogyha egy Egyiptom vagy egy Dél-Afrika komolyabb lehetőségeket kapna, akkor oda zárkózna mondjuk a európai B-mezőny szintjére relatív rövid időn belül. Carlo Ancelotti mondta néhány héttel ezelőtt, hogy ma már a futballban atlétákra van szükség. Tehát nem elég szépen bánni a labdával és odaívelni, ahova éppen kell. Futni kell, ütközni kell, és tényleg atlétának kell lenni. És te is ezt a szót használtad. Tehát a vízilabda is ebbe az irányba megy el, hogy nem elég jól dobni, nem elég jól helyezkedni, ami tényleg. Ez tényleg egy kőkemény sportág lett. Én azt gondolom, hogy a képzési rendszert kell jól felépíteni. Tehát most azt gondolom, hogy ezután, a nyár után van egy nagyon jó átfogó képünk nekünk, magyaroknak, valószínűleg a külföldieknek is arról, hogy milyen irányba halad ez a sportág, és hol, melyik területeken tudunk mi esetleg változtatni. Tudni kell, hogy a magyar utánpótlás válogatottak, most férfi-női szakágat együttvéve mondom, 6 világversenyből 6-on jutottunk a legjobb 4-be, és 5-ször érmesek voltunk. Az U15-ben mind a két korosztályban nyertünk, U17-ben mind a két szakágban bronzérmet szereztünk, és az U20-ban volt egy női bronzérmünk, a fiúk negyedikek lettek. A nőiről többet tudok mondani, látjuk azokat a folyamatokat, bár még nem volt egy olyan szakmai egyeztetés a különböző korosztályok képviselőivel, hogy mind kellene változtatni, De azt hiszem, hogy ennek rövid időn belül helyt fogunk találni, meg időpontot fogunk találni, és tényleg ezt át kell beszélni, a tapasztalatokat. De hogy visszatérjek a kérdésre, igen, atlétákat kell nevelnünk, nagyon komoly edzettségű atlétákat, de fel kell építenünk azt a szakmaiságot is mögé, amivel eredményesek tudunk lenni, és a felnőtt válogatottnak, azért válogatottakról beszélünk, a felnőtt válogatottnak kell termelnünk, csúnya szóval élve, játékosokat, mert azt a folytonosságot biztosítanunk kell, hogy az olimpiákon sikeresen tudjunk szerepelni. Ebből a keretből hány lánynak van tényleg komoly esélye, hogy néhány hónapon belül már ott legyen? Vannak, akik már a közelében vannak, de kinek van konkrét lehetősége? Mondjuk százalékban, 70-80 százaléka ennek a társaságnak az A-válogatottban kell játszani a néhány éven belül? Azt gondolom, hogy az azért nem lenne reális, de én úgy gondolom, hogy ha az egy harmada, tehát nagyjából egy 4-5 játékos, az, aki reálisan kalkulálhat, hogy mondjuk 2-3 éven belül ott lehet. Mi ebbe egy picit le vagyunk maradva, magyarok. Nálunk valahogy ez később indul el. Tehát azok a csapatok tudtak nyerni, vagy azok a csapatok kerültek be a döntőbe Netanyában, ahol már 2-3 játékos felnőtt válogatott kerettag. Tehát a görög és a spanyol válogatottból, a spanyoloknál már 17 éves játékos két gólt lőtt nekünk az olimpián.
Nálunk ilyen nincsen. Tehát sajnos erre még nem került sor, hogy egy picit előrébb tudjunk menni, és korábban kezdjünk el akár felnőtt válogatottba is beépíteni játékosokat, de reálisan 4-5 játékos szerintem Párizsig, vagy közvetlen Párizs után bekerülhet ebből a korosztályból. A legfontosabb kérdés Óbudai Kékfehérben, hogy Kudella Pannának van-e lehetősége arra, hogy A-válogatott legyen? Kudella Panna tehetsége alapján azt gondolom, hogy felnőtt válogatott játékos kell, hogy legyen ezen az időszakon belül, amit említettem. A Panninak néhány dolgot, elsődlegesen most a sérülését, amivel végigküzdötte ezt a nyarat, ezt rendbe kell hoznunk közösen egy orvosi stábbal. Már egész jó állapotban van, de nem 100%-os. A magyar vízilabdának az egyik legnagyobb ígéretéről beszélünk, hogy ezt valóra tudja majd váltani, abban még nagyon sok munkát kell beletenni, de én úgy gondolom, hogy jó úton halad, és nagyon jó a hozzáállása. Vízilabda szakemberként átlátod az egész fejlődést a világban, rengeteg szakemberre beszélgetsz, és tudod, hogy milyen út vezet a sikerhez. Láttatok ti most ezen a világbajnokságon olyat, amit még korábban soha, és azt mondjátok, hogy na, ezt nekünk is alkalmazni kellene, mert ez is egyfajta segítség, egy vademekünk számunkra. Tehát tud nektek ez a vízilabda újat mutatni, mutatott mondjuk taktikai szempontból a Junior VB újat nektek a szakmai stáb tagjainak? Taktikai szempontból úgy gondolom, hogy nem. A játék inkább stabilizálódik és egyszerűsödik. Azt gondolom, hogy azokat a folyamatokat látjuk inkább, amin nekünk változtatnunk kell. De hogyha lesz egy szakmai fórum, mert lehet, hogy összecsengnek. Tehát a különböző korosztályokból merített szakmai tapasztalatok lehet, hogy összecsengnek. Technikailag a magyar vízilabda általában az élbolyba szokott tartozni, vagy tartozott mindig is. Én úgy gondolom, hogy sebességben és az egyéni képzésben viszont lenne mind javítanunk. Két dolog nagyon fontos még legalábbis az én szempontomból, és sokak fejében megfogalmazódik a világbajnoksággal kapcsolatban. Te nem csupán edzőként, az edzői stáb tagjaként, hanem konkrétan újságíróként is tevékenykedtél ezen a világbajnokságon, hiszen minden, ami hír volt Izraelben, az neked köszönhetően jelent meg a honlapunkon, és neked köszönhetően tudtuk meg, hogy mi történik ott. Tényleg mihelyt véget ért a mérkőzés, azon nyomban tudtuk, hogy konkrétan mi, milyen eredmény született, ki volt a mérkőzés legjobbja. Hogy ízlett neked ez? Az elég komplex dolog edzőként tevékenykedni, Varga Tamás keze alá kell dolgozni, rengeteg munka adódik, főleg egy ilyen világeseményen, ahol ugye folyamatosan adminisztrálni kell, és még neked ott volt az a feladatod, hogy tájékoztasd az embereket arról, hogy ott mi történik. Mennyire ízlett neked így ez a feladat? Tehát az elsődleges feladatom az volt, hogy a Tamásnak a munkáját segítsem, ezt azért szögezzük le. De az első pillanattól kezdve úgy volt elosztva a feladat köztünk, a Bíros Péter kérésére, és ez testhez álló is volt, hogy a Tamás szakmai tervei alapján megyünk az úton, ő irányítja úgymond vezető edzőként ezt a csapatot. Én elmondtam a véleményem, éjjel 2-ig videóztunk általában minden nap, másnap indult a következő napunk. Az újságírás vagy a média felé tájékoztatás az annyira nem idegen. Tehát én foglalkoztam PR-ral korábban is, még korábbi tanulmányaim során, és gyakorlatilag ugyanezt a tevékenységet ellátom itt a klubon belül a mi szakágunkban, tehát a vízilabda szakágban megjelenő legtöbb hírt azt általában én szerkeztem. Úgyhogy ez nincs olyan távol attól, amit egyébként a mindennapokban gyakorlok. Az egy más dolog, hogy hajnal 2:30-kor írni cikkeket, az nem biztos, hogy a legegyszerűbb feladat Netanyában, de szívesen csináltam, mert láttam, hogy ez érdekli az embereket. Azt azért leszögezném, hogy volt velünk egyébként sajtós, aki rendkívüli munkát végzett a világbajnokság alatt, tehát a Pell Bernadett, a Magyar Vízilabda Szövetség részéről mindent elkövetett azért, hogy az MVLS honlapján is megjelenjenek a hírek, és pontos információt kapjon a közönség, de ugye a tévé az tévéje, az pedig számunkra nagyon fontos, úgyhogy fontosnak éreztem azt, hogy a tévé erre is mindig friss hírek legyenek beküldve. Hát egyrészt, és ami a kérdésem második részére vonatkozott, hogy amíg te nem voltál, addig valakinek foglalkoznia kellett itt a csapattal, mert mégis a tévé az első, a te szempontodból is, és hát ugye egyrészt
ki foglalkozott a lányokkal, másrészt pedig, hogyha te 3:30-kor írtál cikket, akkor 3:45-kor föl kellett venned a kapcsolatot, vagy mondjuk nem, de mondjuk e-mailben, hogy mi legyen a másnap jegyzésen. Tehát azt koordinálni is kellett. Tehát ez egy tényleg egy olyan komplex feladat, hogy most nyugodtan elmehetni szabadságra, de nem teheted meg, mert hétvégén kezdődik a bajnokság. Hát nagyon picit másképp működünk, ugye 8 hétről beszélünk, nem csak a világbajnokságról. Nálunk úgy működik, hogy én előre csinálok szakmai programot, amit a lányok is megkapnak. Tehát ez nálunk egy bevett gyakorlat, hogy minden héten megkapják előre a szakmai programot. Való igaz, most rengeteget voltam távol, és tényleg nagyon hálás vagyok egy a Szabó Bencének, hogy ezt engedte, tehát hogy a válogatott mellett is dolgozhattam. A másik az, hogy az Illés Henrietta, a női szakágunk, utánpótlás szakágunk edzője, illetve Pilni Gábor, ő a fiú szakágunkban dolgozik, óriási segítséget nyújtottak nekem. Tehát ők ketten fogták össze a csapatot a Kisteleki Dórival a háttérben, amíg én távol voltam. Nehéz volt, nagyon nehéz, túl vagyunk rajta. Én azt gondolom, most egy picit majd visszarendeződünk. De amikor megjelentél az első edzésen, akkor gondolom volt benned egy kis stressz, nem? Mert azért nem voltál itt, nem tudtad, hogy milyen munka folyik. Persze fegyelmezett, professzionális emberekről van szó, de mégis azért gondolom, amikor kimentél a medence szélére és nézegetted, akkor szerintem nagy kő esett le a szívedről, mert láttad, hogy tényleg itt aztán minden rendben volt. Hát stressz nem volt bennem, inkább azt gondolom, hogy jó érzés, mert én azért hazajöttem, tehát én itt itthon vagyok. És hát olyan értelemben stressz, hogy milyen munka folyt az alatt az idő alatt, amíg én nem voltam itt? Nagyjából tudom, amíg el nem utaztunk, addig olyan 70%-án az edzéseknek részt tudtam venni. Az utolsó 12 nap, amit kint töltöttünk Izraelben, az volt nehezebb, de azért napi szinten kapcsolatban voltam a Heniékkel, úgyhogy többé-kevésbé tudtam. Picit csúsztunk, de ez azt gondolom természetes velejárója, hogyha a vezetőedző hiányzik, bármilyen sportban, bármilyen körülmények közt. Annyira nem vagyunk lemaradva, egy nagyon-nagyon fiatal csapatunk van egyébként, és ezt már többször elmondtam, úgyhogy építkezünk, dolgozunk. Hogyan sikerült a nyári erősítés? Az elsődleges szempont téged ismerve az, hogy minél több fiatalt építsünk be a csapatba. Mik az elvárások? És ugye a fő kérdés az, hogy mennyire sikerült a te terveidnek megfelelően megerősíteni a csapatot. A következő kérdés pedig az, hogy mik az elvárásaink az elmúlt esztendőhöz képest, ahol az 5.-6. helyét játszottunk. A Szentes volt mindig, vagy legalábbis az elmúlt időszakban a fő ellenfelünk. Hogyan állunk most, hogyan menjünk most neki ennek a bajnokságnak? Átalakítottuk, tehát nem megerősítettük. Ha rövid távú stratégiáról beszélünk, akkor átalakítottuk a keretünket. Jelen pillanatban egy nagyjából 18 éves átlag életkorú csapattal fogunk nekivágni a bajnokságnak, tehát ez ilyen értelemben véve nem erősítés. Ha a hosszú távú stabilitásunkat tekintjük elsődleges szempontnak, akkor azt gondolom, hogy erősítettünk. De ennek az eredménye vélhetőleg egy vagy két év múlva fog megjönni, mert a 13 éves játékosból jövőre sem lesz 16 éves. És már pedig 13 éves Kenész Kincső a legfiatalabb kerettagunk, de vannak 15-16 éves játékosaink. Úgyhogy egy nagyon komoly munkába kezdtünk bele. Nem napi szinten és nem heti szinten készülünk az ellenfelekre, mert ez most jelen pillanatban értelmetlen lenne. Ezek a lányok 4 bajnokságban fognak most egyszerre szerepelni. 2-3 rutinos játékosunk maradt, ha már rutinosnak tekinthetjük a Pápai Barbit és a Kudella Pannát a maga 20 évével. Úgyhogy ez egy hosszú távú folyamat, vagy egy hosszabb távú folyamat. Nem mondom azt, hogy jövőre még nem szeretnénk tovább változtatni, vagy erősíteni. Talán az már ténylegesen ilyen értelemben erősítésnek fog minősülni, de az messze van, jelen pillanatban dolgozunk, szeretnénk ezzel a csapattal minél eredményesebben szerepelni. Úgy gondolom, hogy az első osztályú tagságunkkal semmilyen probléma nem lehet. Bátran felvállaltuk azt a változtatást, ami most zajlott, még akkor is, hogyha lesznek könnycseppek. Ami ennél is fontosabb Itóbudán, hogy minél több gyerek vízilabdázzon. Azt látom, hogy, és hallom, hogy egyre hangosabb a sátor, egyre többen vannak. Te napi szinten, sőt, óráról órára követed azt, hogy mi történik a vízilabda szempontjából itt nálunk. Hány gyerek vízilabdázik most, és mekkora változás az elmúlt időszakban, a Lukás Dénes korszakban vegyük ezt most alapul?
Szívesebben mondom azt, hogy hány gyerek sportol, mert jelen pillanatban még azért nem minden gyerek, aki lejár hozzánk, tud vízilabdázni. Elindítottunk 2 évvel ezelőtt, amikor ide kerültem, akkor nagyjából 20 gyerek vízilabdázott itt a TVE keretein belül, dunántúli bajnokságban nagyon-nagyon csekély eredményekkel. Jelen pillanatban, hogyha 4 és 5 óra között valaki megérkezik a 3. kerület uszodájába, akkor 45-50 gyereket lát egyszerre a medencében. Ennek körülbelül 1/3 most tanul úszni, másik 1/3 épp hogy átlépett az úszásoktatásból az előkészítőbe, tehát itt még mindig 10 év alatti gyerekekről beszélünk, és a következő 1/3, akit idén elindítottunk, a legkisebbek között egy bajnoki versenyrendszerben, a dunántúli bajnokságban. Tehát nagyjából 50 gyerek csak ott van. Ha csapatszámot tekintjük, a női szakákban ugye a Kecskeméttel van egy fiókcsapat megállapodásunk, tehát tulajdonképpen együtt futunk, 3 országos első osztályú női utánpótlás csapattal veszünk részt Kecskeméttel közösen. Ezen felül pedig 2 fiúcsapatot most már országos bajnokságba tudtunk benevezni, és van egy 3. fiúcsapatunk, amit az előbb említettem, a dunántúli bajnokságba. Tehát 6 utánpótlás versenysorozatban játszunk, és ezen felül elindulunk 2 felnőtt bajnokságban, női OB1-ben, illetve női OB1-ben, ahol szintén döntően utánpótláskorú versenyzőkre alapulunk. Tehát jelen pillanatban, ha a konkrét versenyzőinket nézünk, akkor lehet, hogy a 80-as szám felé közelítünk. Ha azt nézzük, hogy mennyien jönnek, igaz, van egy fluktuáció benne, főleg az úszásoktatásban, akkor lehet, hogy még ennél jóval nagyobb számról tudnánk beszélni. Az a célunk, hogy minél több gyermeket megtartsunk, akár bent az úszodában, akár a TVE keretein belül, mert teljesen természetes folyamat, ha akár más sportágat választ, vagy akár kipróbálja az itt lévő sportágakat, és végül mégis mellettünk dönt. Egy utolsó kérdés, Dénes, hogyan fest most a program, ha a szurkolók ki akarnak jönni mérkőzésre, milyen dátumokat írjanak be a naptárba? Fejből sajnos az összeset nem tudom. Egy biztos, hogy jövét szerdán játszunk a BVSC-vel hazai környezetben. Ugye most pénteken kezdünk Szentesen, szerdán jön a BVSC, következő szombaton idegenben a Ferencvárosnál. Igen, nagy meccs, mindegyik nagy meccs számunkra. Én azt gondolom, most olyan csapatunk van, akinek minden mérkőzés számít, tehát nem nézzük azt, hogy ki hanyadik a tabellán, mert ki akarjuk meríteni minden mérkőzésből a számunkra leghasznosabb pillanatokat, a legtöbbet, hogy fejlődjünk. Tehát teljesen mindegy, hogy akit lejjebb vagy följebb rangsorolunk, az következik, mi ugyanazzal az elánnal, ugyanazzal a hozzáállással próbálunk minden mérkőzésbe beleállni, természetesen taktikailag lehetnek változások attól függően, hogy ki az ellenfél.